A véleménye az, hogy aki lefejezte a kutyát, őt is le kéne fejezni. A megcsonkított kutya holttestére bukkantak néhány napja Jászberény külterületén. Az állatkínzás híre hamar bejárta, előbb a Neszűr nevű városrészt, nem sokkal később pedig az egész várost. Hát biztos, hogy ugyanúgy, mint ahogy hogyha emberrel bánna így, ugyanúgy kellene sújtani ezt is, az az állat is érez. Hát tudjuk, hogy mennyire érez az állat. Ahogy minden ilyen nyilvánosságra kerülő eset után, úgy most Jászberényben is elindult a véleményáradat arról, hogy mi legyen az eddig ismeretlen állatkínzó büntetése. Az a véleményem, hogy az egy vadorzó és nem állatszerető ember lehet, mert akkor, ha úgy van, akkor talán, lehet, hogy rosszul mondom, még egy emberrel is elköveti azt a dolgot, mint a kutyával. Pedig egy jószág, egy kutya szerintem nem ártalmas, attól függetlenül, hogy valaki megtámadja, és akkor lefejezi, hogy maga mondta ön. A lefejezett kutyáról egy fiatalember tett bejelentést Jászberény jegyzőjénél, miután egy ismerősétől fényképes és videóanyagot kapott a Neszűrváros részben történő állatkínzásról. A hivataltól a bejelentő azt a választ kapta, hogy mire a hivatal helyszíni szemlét tartott, addigra a konténert elszállították, így abban már nem találták meg a lefejezett kutyát. A közösséget ez azért botránkoztatja meg, mert tulajdonképpen, mint a háttérben is látszik, felszerelt kamerarendszerre rendelkezik a terület, illetve a terület gondozásáért a Jászberény város közfoglalkoztatottai a felelősek. Így tehát úgy gondoljuk, hogy ez elég nyomozati indok lett volna ahhoz, hogy nyomozást indítsanak az ügyben, ami jelen pillanatban nem történt még meg. Ugyanakkor a férfi azt állítja, hogy a birtokába került fényképek arra utalnak, hogy nem egy, hanem legalább kettő egymástól elkülöníthető állatkínzás történt Jászberény Neszűr nevű külterületén.